Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden megjelent érdeklődőt, aki eljött ma ide a szabadszállási AMK közösségi ház könyvtárában. Másodízben megrendezésre kerülő több kompozíció kiállításra. Megkülönböztetett szeretettel köszöntöm dr. Báldi Zoltán polgármester urat. Köszöntöm Máté Sándor nagytiszteletű asszony. Köszöntöm a képviselő urakat és a képviselő hölgyet, önkormányzat dolgozóit, a Nőszírom Klub vezetőit és tagjait, köszöntöm az intézmények vezetőit, és köszöntöm az alapszolgáltatási központ klubosait, a dolgozókat, akik ezt a szép és ötletes kiállítást ismét létrehozták. Megmondom őszintén, hogy nagyon felbuzdultunk az elmúlt évi kiállítás sikerén, hiszen nagyon sokan megállítottak bennünket, gratuláltak és arra bíztattak bennünket, hogy teremtsünk hagyományt és ismét rendezzük meg ezt a kiállítást. Úgy gondolom, hogy jó példát adni, valamint ötleteket alkotni, megajándékozni egymást, ajándékot átadni, mindig a legcsodálatosabb dolog a világon. Jó volt látni azt, hogy idősek és fiatalok hogyan tudnak együtt munkálkodni, hogyan tudnak örülni egymás munkájának, hogyan tudják egymást dicsérni. Hiszem, hogy jó példája ez az összefogásnak és a közösség építésnek. Ezek a most kiállított kis apró alkotások, valóban azért mondom, hogy alkotások, mert meg kell látni mögötte egy kis közösségnek a nagy erőfeszítését. Mi az alapszolgáltatási központ dolgozói és klubosai tavaly úgy döntöttünk, hogy kilépünk a város elé és megmutatjuk egy kicsit magunkat, megmutatjuk azt, hogy igenis létezünk, megmutatjuk azt, hogy mi is tudunk valamit alkotni, ha nem is maradandót, de mégis szépet. Ezek a tök kompozíciók valóban üzenetet hordoznak. Mesélnek ugyanis arról, hogy igen, lehet idős emberként is szépet alkotni, lehet együtt munkálkodni. Lehet örülni apró és ötletes dolgoknak. Természetesen nem vehetjük fel a versenyt a különböző tök kiállításokkal és tök rendezvényekkel, amelyek országszerte ezekben az időkben zajlanak, de úgy gondolom, hogy nem is ez a cél. Nem ez a cél. A cél az együttlét, az alkotásnak az öröme, és az ötlet megvalósítása, az alkotás által kapott élmény és a közösség építés. Remélem, hogy ismét sikerül csodálkozásra késztetni a jelenlévőket, és mindazokat, akik október 22-éig megtekintik ezt a kiállítást, megtekintik, hogy mit lehet egy egyszerű zöldségből, egy hétköznapi zöldségből faragni és alkotni. Szeretnék még néhány szót szólni, úgy mint tavaly, a tök jelentőségéről, hiszen nem is gondoljuk, hogy milyen csodálatos hatása van. Ahogy tavaly is elmondtam, a latin neve, vicces neve van, Cucurbita maxima, és mindenhol termesztik a világon, sokféle módon, sokféleképpen készítik el, és lehet, hogy ebből ízelítőt is találunk majd itt, az asztalon, a szeretett vendégség által, hogy mi mindent lehet a tökből valóban készíteni. Nagyon jó hatásfokkal használják sok mindenre, nagyon sokféle vitamint tartalmaz, B1, B2, B6 vitamint, kálciumot, cinket, mangán, réz, foszfor, lehetne sorolni jótékony hatásai. Kérem, hogy így fogadják, tekintsék és csodálják meg ezeket a szép tök kompozíciókat, a felhasznált tököket idősebb Tövisháti Antal, Darabos József és Újlakiné Bence Ildikó képviselő, és Mondokné Cseszaká Brigitta kolléganőm adományai, aki pedig a dekorációban és a megvalósításban segített, Kovács Lajosné Zsuzsa kolléganőm, akinek köszönöm a munkáját. A kiállítást ezennel megnyitom, és szeretném átadni a szót polgármester úrnak, hogy ő is köszöntse a jelenlévőket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket.
nagyon jó látni azt, hogy most már második alkalommal rendezte meg az Alapszolgáltatási Központ ezt a tök kompozíció kiállítást, és nagyon jó azt is látni, hogy különböző ötletek, egyéni ötletek, a madár ijesztőknek a kis bemutatója a másik rendezvényen, vagy most a tök kompozíció, ezek mind azt tükrözik, azt a kreativitást és azt a fiatalos látásmódot is, ami a korstól függetlenül benne van ezekben a kompozícióban. Zsolt elmondta, hogy a tök egy milyen hasznos és mennyi minden tartalmaz. Egy dolgot nem mondott még, hogy ezekben a tökökben benne van a fiatalság, benne van a jókedv, és látszik belőlük, amikor ezeket a kis figurákat elkészítik, hogy milyen szeretettel, jókedvvel készítik el, és bízom benne, hogy akik eljönnek és megnézik ezt a kiállítást, ezt ők is látni fogják belőle, akár a tökökből, akár a más zöldségekből. Úgyhogy gratulálok a kiállítás megrendezőinek, minden résztvevőjének, és remélem, hogy valóban hagyomány lesz, és a későbbi évek során is újból találkozunk ebből az alkalommal. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen!